A rosszul sikerült elnökjelölti vita miatt a média és több demokrata párti képviselő is úgy véli, itt az ideje, hogy Joe Biden kiszálljon a versenyből. Ezen a véleményen van a The New York Times és az Atlanta Journal-Constitution, illetve a párt néhány nagyobb adományozója is. Félnek, hogy az elnök rossz szereplése miatt nem tudják majd megszerezni a képviselőházi többséget. Jamie Raskin demokrata képviselő szerint a jövőt illetően nincs egység a párton belül. Nagyon őszinte, komoly beszélgetések zajlanak a demokraták között, hiszen egy politikai párton belül lehetnek nézetkülönbségek. A Politico értesülései szerint Bident családja is arra buzdította, hogy ne adja fel a versenyt, és a rosszul sikerült vita miatt az elnök legfőbb tanácsadójának lemondását követelik. Chris Coons, demokrata szenátor szerint Bident még mindig sokan támogatják a párton belül. Az elnök a vitán érdes, kevésbé erőteljes hangon válaszolt a kérdésekre. De Donald Trump teljesítménye is borzalmas volt. Érthetően beszélt, de hazugságokat mondott. Hazugság után, hazugság után, hazugság. A volt házelnök szerint a demokraták Biden jelölésével is vissza fogják szerezni a képviselőházi többséget. Ne alkossunk ítéletet az elnökségről. Mindössze egyetlen vita alapján. Ez csupán egy rossz este volt. A legújabb felmérés azonban azt mutatja, hogy a választók 72%-a kételkedik Biden kognitív és mentális rátermettségében. A Fehér Ház egykori fotósa az Instagramon közzétett posztban azt írta, itt az ideje, hogy Joe visszalépjen. Demokrata stratégák is úgy vélik, hogy nincs mód új jelöltet állítani, ha Biden nem lép vissza. Az elnök kampánya szerint azonban ez a döntés csak káosz szülne. Donald Trump támogatói pénteken egy virginiai gyűlésen mondták el véleményüket. Azt hiszem, ez már egy veszett ügy. Most kezdjük látni Biden hanyatlását, ami nagyon szomorú. A Trump kampány még a legfelsőbb bíróság döntését várja az elnök mentelmi jogával kapcsolatban, amely megvédheti őt a büntetőjogi felelősségre vonástól. Dale Hurd, CBN News. Valóban nem csak az amerikaiak aggódnak Biden elnök teljesítménye miatt, de az USA szövetségesei is. Különösen Izrael szintén nyugtalankodik a szabad világ vezetőjének képességei miatt. Az izraeliek aggódnak, hogy a világszínpadon a rossz akaratú szereplők kihasználhatják, hogy Amerikát egy láthatóan meggyengült főparancsnok vezeti. Ahogy egy izraeli cikkíró fogalmazott, egy agresszív erőkkel teli világban a szabad világ vezetője, az amerikai elnök nem túl hízelgő, gyengének és összefüggéstelen beszédűnek tűnik, így ez arra ösztönzi őket, hogy kihasználják a lehetőségeket. Egy másik cikkíró hozzátette, hogy a gyengeség nem olyan tulajdonság, amelyet egy amerikai elnök bármilyen módon közvetíthet. John Barrasso szenátor hasonló aggodalmaknak adott hangot. Az ellenségeink látták ezt a vitát Kínában, Oroszországban, Iránban, Észak-Koreában. És most azt gondolhatják, hogy ez a mi pillanatunk, a mi lehetőségünk. Ezek az aggodalmak különösen fontosak a zsidó állam számára, mivel a háború küszöbén áll az irániak által támogatott Hezbollah terroristák ellen. Izrael védelmi minisztere a hétvégén közölte az északi csapatokkal, hogy a nemzet készen áll, akár háború lesz, akár béke. Izrael háború előtt áll a Hezbollah és annak több mint 150 ezer rakétája ellen, de a képviselőház külügyi bizottságának elnöke szerint a Biden kormányzat visszatartja a kulcsfontosságú fegyvereket, amire szükség lenne a védekezéshez. Az a helyzet, hogy nem segítünk nekik. Valójában ez az, ami a legjobban zavar engem. Mivel megszavaztuk a fegyverrendszereket, ezt én is támogattam. És a kongresszus azzal a szándékkal döntött így, hogy Izraelbe küldjék őket. A Hamas még mindig több túszt tart fogva. A nemrég kiszabadított négy izraeli túsz közül az egyik emlékezteti a nemzetet a helyzetükre. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy még mindig 120 túsz van a Hamas fogságában. Köztük van Adinaton, vagyis a társam, akitől az elrabláson pillanatában elválasztottak. Bár már itthon vagyok, nem feledkezhetünk meg a túszokról. Mindent meg kell tennünk, hogy hazahozzuk őket. Izrael miniszterelnöke szerint Izrael készen áll az alkura, de a Hamas nem akar megegyezni. Tudjuk az igazságot, hogy a Hamas az egyetlen akadálya a túszaink szabadon bocsátásának.
A Hamas továbbra is elutasít minden olyan megállapodást, amely nem tartalmazza a háború befejezését és az izraeli csapatok kivonását Gázából, amit Izrael nem tud elfogadni. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.